Koács Zoli visszatért. Viszont megijesztette az első menetben, szerintem mindenkit. Mi történt? A ringrosda nagyon vastag volt, és le kellett először üttetni magamról, és repkedtek mindenféle a rosdadarabok, mire vagy kétszer háromszor is jó fejen vert a fiú. Kicsit hanyag voltam, igen. Messziről kellett volna bunyóznom vele, kihasználni legalább a, a magassági fölényemet. Nem tudom, miért gondoltam, hogy most nekem ott oda kell állni mindegy, tanultunk belőle. Hát régen volt már az utolsó vett sem, aztán ez kellett. Ez hát egy ilyen józanító pofon volt. Milyen érzés volt ismét felsétálni azon a lépcsőn és belépni a ringbe? Öh, hát olyan volt, mintha első lett volna KB. Tehát kicsit idegen is volt, kicsit utána nyilván megzavart az, hogy kesztyűt kellett cserélnünk, nyolcas volt rajtunk, aztán tízes kellett, mert a srác nagyobb súlya mért. Öh, és igazából ott konkrétan ki is hűltem, tehát talán pont egy ilyen hideg fejre kapott pofon volt az, ami kicsit ott összezavart az elején, de, de egyébként ő, talán nem is baj. Tehát most, hogyha nagyobb meccsükkel, nagyobb gálákon leszek, ott is valószínűleg meg fognak pofozni keményen, és ugye nem baj, hogyha tudom már hogy közeli emlékből, hogy milyen is az, amikor megcsavarnak egy kicsit. Utána viszont átvette az irányítást, és testen nagyon keményen bombáztad az ellenfeled. Ez volt a taktika igazából, vagy csak ösztönösen jött? inkább ösztönösen jött, igen, ugye az, hogy kisebb volt, nagyon húzta magát össze, tehát nagyon fejre azért sem akartam, mert akkor jobb, azt éreztem, hogy onnan jobban meg tud kontrázni hogy egy, egy, ilyen semmiből eldobott hátsó horoggal, és megint megteker, mint az elején, úgyhogy oda kellett figyelni rá, kemény gyerek voltam, úgy mindezt nincs, tiszteletem az övé egyébként. Kellemetlen volt? Erre számítottál, vagy mondhatni tényleg meglepett? mivel tudtam, hogy vele fogok boxolni egy, mit tudom, egy másfél hete meg tudtam, és akkor megnéztem egy két meccsét, és láttam, hogy azért ilyen csapkodós meg eldobál nagy pofonokat, és hát e, ezt tudtam, hogy erre számítottam, tehát tudtam, hogy nem egy szép mérkőzés lesz, nem fogunk egymással e, taktikázni, meg ki mit csinál, mire, hogy reagálunk, tehát sejtettem, hogy itt nem izének nagy kontrázások lesznek, hanem ilyen eldobált el, 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 el Attól függetlenül szerintem a nézőket teljes mértékben kiszolgáltátok, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit üzenne a rajongóidnak, és hogyan tovább? A hogyan továbbot azt majd ezután, az interjú után megbeszéljük Zoli bácsúval, Petrányival. És hát valószínűleg még lesz szerintem itthon egy-két mérkőzés. Én azt se bánom, ha a következő már külföld. Nekem nem titkolt célom nagyon régóta az, hogy, hogy nyilván a sportoló addig tud valamit összekaparni a sportból, amíg fiatal, és amíg még lehet, és én még azt érzem, hogy most van bennem az az egy-két-három év, és ezt most kell megcsinálnunk. És mivel itthon valljuk be, és lássuk be, hogy azért nincs benne pénz, vagy nem annyi, amennyit az ember várna, ráadásul az én munkám azért nagyon jó munka, tetováló vagyok, nagyon szeretem, tehát élvezem csinálni, kb. büntetés az, amikor mondjuk éppen... Azért kell nem tatoválnom, mert edzésen kell lennem. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon visszás az egész. De és melyik kezedbe harapják? Igen, igen, pontosan. És uh, nyilván ez csak akkor éri meg a bunyó, amit szeretek és csinálni, és azért is jöttem vissza, ha az ki is fizetődik, hogy nem, nem dolgozok. Addig, amíg edzésen vagyok. Ígérd meg nekem, hogy az Uncia elsőként beszámolt arról, hogyha kiderül, hogy mikor lesz a következő mérkőzésed. Személyesen fogok írni neked. Köszönöm szépen, Én és köszönöm. gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm.